A múlt heti feladatban ezt az összeadást kellett elvégezni. Az volt a kérdés, hogy mely ABC számokra lesz igaz ez az állítás. Annyit tudunk, hogy a tízes számrendszerben kell dolgozni. Azaz, ha a tízes számrendszerben dolgozhatunk, akkor milyen számjegyeket használhatunk, kérem szépen 0-tól 9-ig, de azért tegyünk itt egy nagyon fontos megjegyzést, hogy a 0 az nem lehet se az A, se a B, se a C, hiszen akkor az ott egy sor 0 lenne, azt nem így írjuk, hanem egy darab 0-t írnánk, de 0-t hozzáadni valaminek, valamihez hát nem sok értelme van. Jó? Ez azt jelenti, hogy a lehetséges számok halmazát szűkítsük le 1-től 9-ig. No, és akkor ugorjunk neki. Első lépésben nézzük meg ennek az összeadásnak a bal oldalát. Kérdés az, hogy az ABC, amit be is keretezünk, így van, az az ABC az milyen számjegyek esetén veszi fel, vagy veheti fel a legnagyobb értéket. Hát legnagyobb értéket akkor veszi fel ez a szám 3-as, ennek a három számnak az összege, ha a legnagyobb számokat választjuk, és ezeknek három különbözőnek kell lenni, hiszen ezt elfelejtettem mondani, hogy az is megvolt adva, hogy az ABC azok különböző számjegyek. Hát kérem, mi a három legnagyobb szám? Egy a 9, a 8, meg a 7. Hogyha ezeket összeadom, 9 meg 8 az 17, meg 7 az 24, tehát az ABC-nek a lehető legnagyobb értéke az 24, igen ám, de az előző oszlopban is ott van egy A plusz B plusz C, tehát ott is lehet ez a 24, amiből a tízesek helyén lévő kettest átvisszük erre a baloldalibb oszlopban álló összegre. Tehát az azt jelenti, hogy 24 meg 2, vagyis akkor az alsó sorban ott a BA értéke, annak a maximális értéke az 26 lehet. Több nem. Tehát vagy 10 valamennyi lesz az ott, vagy maximálisan 20 valamennyi lehet, 30 meg 40 valamennyi biztos, hogy nem, mert 3 egyegyű szám összege csak 20 valamennyi lehet. No kérem, ez azt jelenti számunkra, hogy a B értéke, vagy a B értékét nagyon le tudtuk szűkíteni, mindösszesen két szám egy lehet, az 1 és a 2. Na nézzük akkor először azt az esetet, amikor a B az egyenlő 1, hát ha tudunk ebből következtetni az A-nak, illetve a C-nek az értékeire. Most nézzük az összeadásnak a jobb oldalát, azt be is keretezzük, hogy A plusz B plusz C, és akkor a B-nek a helyére képzeljünk oda egy egyest, vagyis azt látjuk, hogy A meg 1 meg C az egyenlő C-vel. Akkor ez mit jelent? Ez azt fogja nekünk jelenteni, hogy az A-nak és a B-nek az összege az pontosan 10 kell, hogy legyen. Azért, hogyha hozzáadunk C-t, akkor a három szám összege is C-re végződjön. Nyilván 10 C-re fog valamire végződni. Tehát ez azt jelenti, ha a B értéke az 1, akkor az A értéke az csak 9 lehet. És akkor most úgy tűnik, mintha a C értéke meg bármi lehetne, hiszen 9 A meg 1 B összege az 10, meg C-t hozzáadunk, az egyenlő lesz 10 C-vel. Igen ám, de nézzük meg a második oszlopot jobbról, ott is azt látjuk, hogy A meg B meg C. Az A-ról tudjuk, hogy az 9, a B-ről tudjuk, hogy az 1. Hozzáadunk C-t, meg az előző osztály, előző összegből a tizen valami, a tízesek helyén álló egyes, tehát plusz egy, és már az új megoldás az A-ra fog végződni. Ez azt jelenti, hogy ha a C-hez ott hozzáadunk egyet és kapunk át, akkor az A-nak az értéke az egyen nagyobb, mint a C. Ha ez megvan, érdemes átgondolni és utána tovább menni, ha ez megvan, akkor mondhatjuk, hogy ha az A 9, akkor a C értéke az csak 8 lehet. Nézzük meg akkor az ellenőrzést. Igaz-e az, hogy 9999 meg 1111 meg 8888, hogy ennek az értéke egyenlő 19998-al. Hát vagy előkapunk egy számológépet és bepötyögjük, vagy pedig gyorsan elvégezzük a számolást. 9 meg 1 meg 8, tehát nézzük az a jobb oldalt, 9 meg 1 meg 8 az 18, maradt az 1. 9 meg 1 meg 8 meg 1, az 19, maradt az 1, és akkor ezt végig-végig visszük, és akkor kijön az, hogy ez a megoldás, ez helyes. Készen vagyunk az egyik úttal, amikor a B az egyenlő volt 1-jel.
Nézzük a másikat, mi történik akkor, hogyha B az egyenlő 2-vel. Hasonló okoskodással rájöhetünk arra, hogy ha B az egyenlő 2-vel, akkor az A értéke csak 8 lehet. Miért? Mert az A-nak és a B-nek, az ennek a két számjegynek az összegének biztosan 10-nek kell lennie, hogy hozzáadunk C-t, és az eredmény is C-re végződjön. Tehát ha B az 2, akkor kérem, az A értéke csak 8 lehet. Ha nézzük jobbról a második oszlopot, A az 8, B az 2, hozzáadunk egy tetszőleges C-t, meg az előző oszlopból a plusz 1-et, és így kapunk 8-at, vagyis a 8, az A értéke az egyen nagyobb, mint a C, ebből következik, hogy a C az mindösszesen csak a 7-es lehet. Azaz, akkor egy kicsit gyorsabb volt, mint az előző, de szerintem követhető volt, azaz a második számú megoldásunk, majd kell még ellenőrizni, az pedig azt mondja, hogy a 8888 meg a 2222 meg a 7777 az egyenlő 28887-tel. Hát ha kérem, elvégezzük ezt az összeadást, akkor ez itt nem lesz jó, ugyanis ott a bal oldalon, hogyha A meg B meg C-t összeadjuk, 8 meg 2 az 10, meg hozzáadjuk a 7-et, az 17, meg 1 az 18, de kérem, akkor a B helyén ott egy 1-es állna, és azt mondtuk, hogy ez a második eset az akkor van, amikor a B az egyenlő a 2-vel. Tehát az az eset, amikor B egyenlő 2-vel, az nem vezet megoldásra, azaz ennek a feladatnak egyetlen egy megoldása van, mégpedig az, amikor az A az 9, a B az 1, a C pedig a 8. Ezzel a feladatot megoldottuk. És ezek után akkor jöjjön a következő heti példa. Egy pofon egyszerű egyenletet találtam ki, itt nem én találtam ki, hanem találtam. A következőt tessenek megoldani, íme itt van. N a negyediken, meg N négyzet, meg 1 egyenlő P, oldjuk meg ezt az egyenletet, ha azt tudjuk, hogy az N az természetes szám, a P pedig prím. Hajrá! Jó, és akkor nézzünk egy kis segítséget hozzá. Hát kérem szépen, ez a feladat, ez egy nagyon érdekes feladat. Ez már akár ilyen matematikai fejtörők között is szerepelhetne. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ez egy olyan típusú példa, amikor a diákok úgy teljesen az elején meg vannak lőve, hogy hát hogy kell ennek egyáltalán neki kezdeni. Hát kérem szépen, a pici segítség, amit szeretnék adni, az az, hogy vegyük elő azt, hogy a P az egy prím szám. Mi az, amit tudunk a prímről? Hát nagyon sok mindent tudunk a prímekről, de talán az első és egyetlen dolog, amit mindenki tud, hogy a prímnek mindösszesen két osztója van, az 1 és önmaga. Ez azt jelenti, hogy ez a P prím, ez úgy írható fel, hogy egyszer P. Jó? Ebből arra kellene következtetni, hogy az egyenletnek a bal oldalát, ezt a szörnyűséges N a negyediken, meg N négyzet, meg 1-et fel kellene írni szorzatként. Ha fel tudnánk írni egy kéttagú szorzatként, és egyik tagot elnevezem 1-nek, a másikat pedig P-nek, akkor már egész közel járunk a megoldáshoz. Na, akkor lehet dolgozni.